14 olyan helyet jelöltek ki környezetvédelmi aktivisták a kárpátaljai Borzsa folyón, ahol nagy mennyiségű műanyag hulladék gyűlt össze. Miután a Borzsa a Tiszába ömlik, a hulladék Magyarországot is szennyezi. Június óta 938 köbméter szemetet kotortak ki a magyar szakaszon. A hatalmas szemétmennyiség zöme Ukrajnából és Romániából származik, ezért a magyar állam fő levélben fordult a két szomszédos ország elnökéhez. A Tisza szennyezése nem méltó az európai normákhoz, írta júliusban Áder János. Nálunk nem szokás a szemét szétválogatása. Helyett egyszerűen a Tiszába dobnak mindent. A tavaszi áradások után a helyzet csak rosszabbodott. A folyókat szennyező szemét eltakarítása Áder levele nyomán kezdődött meg. A helyi aktivisták az ukrán környezetvédelmi miniszter utasítására heteken át gyűjtötték a szemetet. Érvényesítenünk kell a hulladékkezelési törvényt. Az elsődleges feladat a szemét felgyülemlésének megelőzése, majd előkészítése újrahasznosításra, például tüzelőként energia előállítására. Egy hulladéklerakó most épül magyar segítséggel Kárpátalján. A szemét azonban közben is gyűlik. Viktor Bucsinszki környezetvédelmi aktivista szerint legalább 3-4 hónapnak kell eltelnie ahhoz, hogy a nagy takarítás első jeleit észlelni lehessen.